egyrészt egy olyan szervezetnél dolgozom, amely a sérült gyereket nevelő családok érdekeit képviseli, másrészt pedig érintett vagyok az otthonápolásban. Van egy 16 éves halmozottan sérült fiam, akinek gondozási, ápolási szükséglete van. Azt tudni kell, hogy Magyarországon több mint 50 ezeren ápolják otthon beteg hozzátartozójukat, vagy a gyermeküket, férjüket, feleségüket, vagy idősszüleiket, idősrokonaikat. Amikor jött ez a pandémiás helyzet, akkor a teljes lezárásokkal gyakorlatilag ezeknek az embereknek teljesen megbénult az életük. Akik eddig ugye egyedül otthon ápolták a gyereküket, ott legalább a nagyszülők elmentek néha segíteni, most ugye ki sem tudtak lépni az utcára, és egy olyan szükséglet is, például mint az, hogy egy gyógyszerkiváltás vagy egy bevásárlás is óriási gondot okozott, ezért nekünk sürgősen lépnünk kellett. 16 településen meg kellett szerveznünk önkéntesek segítségével a bevásárlást, és ez több mint egy éven keresztül volt. Egyrészt adományokat gyűjtöttünk arra, hogy egyáltalán ezeknek a családoknak élelme lehessen. Levelet írtunk a 10 000 főnél nagyobb önkormányzatoknak, hogy egyáltalán milyen segítség van. Az volt az érdekes, hogy például a kormánypárti önkormányzatok is felhívtak minket telefonon, hogy ők nem írhatják le azt, hogy nem tudnak semmit egyébként ezeknek a családoknak nyújtani, de azért elmondják nekünk, hogy nincsen semmilyen segítség. Annak ellenére, hogy tavaly, tehát 2020 márciusában kijött egy olyan rendelkezés, amely 8 pontban összefoglalt, hogy mi mindent kell tennie a kormánynak ezeknek a sérült embereknek a megsegítésére, de az összes feladatot kidelegált az önkormányzatoknak, úgyhogy gyakorlatilag semmilyen forrás nem biztosított hozzá. Ezért volt az, hogy a civileknek gyakorlatilag cselekedniük kellett. Levelet írtunk a miniszternek, többek között ugye Novák Katalinnak, a családért felelős miniszternek, aki válaszra sem méltatott minket, hanem több mint egy éve után már olyan hozfolyamodtunk, hogy a Facebookra kiraktuk, amikor palacsintás ütős képét, és mivel ott bejelöltük, erről ugye ő is értesítést kapott, és másnap levelet írt több mint egy év után, hogy ez nem az ő érdeke, úgyhogy ezzel ő nem tud foglalkozni, mert ehhez neki semmi köze nincs. Jelzem, tehát mégis a családért felelős miniszternek, a sérült gyereket nevelő családokhoz, és majd továbbítja valakinek, hát azóta sem kaptunk semmilyen választ. Továbbá azt kértük, hogy kapjanak mielőbb oltást azok az emberek, akik otthon ápolják hozzátartozójukat, hiszen az állam helyett dolgoznak, és körülbelül olyan, mintha egy házi ápoló gondozók lennének, vagy az egészségügyben dolgoznának. Ennek ellenére ezt sem tették meg. Egyetlen egy dolgot sikerült elérnünk, ezt is több mint egy éves érdekérvényesítés alatt, hogy azok a gyerekek, vagy azok a szülők, akik kórházba kerültek, tehát ott, ahol a ápol gyerek kórházba került, ugye már felnőtt gyerek, ott a szülő vele lehetett. Tehát ennyi sikerült, és semmi más. Még egyszer mondom, hogy az állam magára hagyta ezeket az embereket. Tehát egy államnak véleményem szerint az adja meg az értékét, hogy hogyan bánik a rászorulókkal és az elesettekkel. Hát a magyar állam ebből gyakorlatilag nullásra vizsgázott. Egyrészt a szociális gondozókat bár mondta, de semmilyen módon nem vette előrébb, nem kaptak védőfelszerelést, nem kaptak hamarabb oltást. Ugyanez vonatkozik, ahogy mondtam, az ápolásban érintett családtagokra sem, és ezért nagyon sokan sajnos el is hunytak. Nekünk is több anyuka, nagymamát veszítettünk el, és ott most ugye például az édesapák egyedül kell, hogy neveljék a gyereket, a súlyosan sérült gyereket, úgyhogy közben egyébként dolgozniuk is kellene.